Felvétel! Csak pitak. Csak hogy tudjad, hogy viselkedjél. Gyönyörű szép piros effitek van. Pitak 12, Kolgár 16, nekem 53. Who the hell cares? Kicsit dicsekedtem. Ja. Na, milyen intelligens a chat. Jó van. Ja, pénis, ó. Siemka, David. Eljöttem. Üdvözöld a néped. Merre megyünk? Én megyek jobbra. Én felmegyek a helyre, mert ez egy nagyon szar pálya ennek a tanknak. Grillem, get out of my way. Nyugi, David nem vagy rossz korulsz, nyugi. Ja, vagy, de olyan tankban vagyok. Nem kell volna adni neked. Vodka. Mert bánom, amikor... Mert bánom, amikor azt mondtam, hogy menj a kávé egy fele. A másik is hozottak, basszik. Most ilyennel kell mutatkozzak. Te is az vagy. Te is egy jó... Ilyesük elég agresszív vagy. Játékos. És lengyel. Fantasztikus. Ó, Siemka. Krisztián 69. Hol vagy Krisztián? 26 FI, nem igazán tud játszani, de nagy a szája. Itt 29 FI. Szóval, ezen a helyen itt tapadjatok a sziklafalhoz, mert be tud ülni a grille. És... Karaj, nem először játszunk. Tudom, csak... Azóta! Az effitek nem ezt mutatja. Lőjünk ki, hallod? Igen, Karaj, csak te nem szenvedtél végig a Panzer 38-nával. Nekem volt a A20-am. Aztán Panzer 3-am. Az még mindig jobb. T28-am. Nekem is volt A20-am. Annak legalább van sebessége. Sőt, én végig küzdöttem magam a kacsához. Az A20-nak nincsen sebessége. Miért van 5-ös könnyű tankod? Nem. Ciaz? Akkor meg nem szenvedted még végig. És az AMX-40 még egész jó, hogyha 4-es szintek között van az A20, akkor sem jó a 4-esek között. 6-os. 6-osokhoz dobál be egyfolytában. Ó, helyeket. Helyeket! Nem vagy a formál is. Fel van, veszem egyébként, megnyugtatlak. Igen? Igen. Igen, mondta, hogy veszi. Szólta, hogy viselkedjél, igen. Jó van, Dávid. Itt szeretünk. Éppen úgy tudjuk. Na, szóval, kérdés, melyikötök szeretné feláldozni magát, hogy letoljuk ezt a hegyet? Megyek. Nem, előtte egyeztes a csapattal, hogyha elindulsz. Dávid, te is állj meg! Már késő, már Dávid nem indult. Nem állított meg egy orosz kalóz. Oké, gyere vissza. Dávidnak sokan könnyi. Szép volt, ügyes. Jön a szuszáz is. Black Prince nem tudjátok átadni. Vissza! Szegény Karvaj. Mi? Az nem Karvaj. Nem az, már csak azért levittük a sószínvonalát. Ja, á, nem bajod. Amúgy is ilyen napokat kapnék. Ezeket legalább tudom szídni. Valakit meglőttek. Megyek hátuljukba. Ah, fuck that shit. Megyek a T29 után. Jézusom, csapat, Jézusom. Oh my god. Ah, ott valakit kigyújtottak. Na, jöjjön már. Okay. Most itt a, egyébként annyi lenne a dolgotok, hogy hozzátapadtok a rohadt szikla. Egyébként most mind a kettőtöket meg tud lőni a grille, csak mondom. Már meglőtt, lepattant. Lepattant a grille? Hát nem tudom, de valami lepattant. Torony oldalt, hát az... Nem tudom. De szerintem gyere vissza, mert a Black Prince két másodperc is újra tölt. Vágom. Ja, látom be akartál tesztet, hogyha... gratulálok. Az ott a grille. Ha? Nem menj ki eddig, könyörgöm. Hoppá! Kicsit... Nyugi! Kinyertem a tektúrából. Okay. Na. Ember. Ember. Black Mama Prince. Mia! Na? Black Prince? A fent van. Mi lőtt? Black Prince! Black Prince! Gyerünk, David! Black Prince! Black Prince! Gyerünk! Az ilyet kilőtt! Így mondom. Kilőttek? Na? Igen. Basza. Most nézem, hogy Carmennak milyen feje van már. Egy rendes heavy tank fej, ami neked sosem lesz. Valaki fedje ki azt a Black Prince-t, Karla. Hűha jó lenne a teteje. Nem bírom, az előbb pattantam le róla aranyjal. És 19-es sebzek vele, ó, yeah. Nem Karvajt néztem? Két aranylőszer kellett, ez így nekem 8000 kredit. Hát, ezt szerintem ne adjuk le. Le lesz. Kell valami a... Mountain Blade helyett. Kapjuk a kommenteket, mekkora dúbok, a megélhetésemmel játszol. Ti meghaltatok?
Én azt hittem Karma, hogy a T29-el van, majd gyújtani. Gyorsan, gyerek. Ja. A garázsomban nincs az a tank, de rendben. Amúgy mögötted van egy, de mindegy. Már nincs, azt kilőtték. Hol? Már nincs. Ja. Mondja, a KV1-esre gondolsz, aki lent volt. Nem tudom, mi volt a túl. Úgy utalom ezt a pályát komolyan. Vagy hát úgy általánosabban, mi közepes tankadtak buli. Jó is, de nem, ez a halálkonyan az iszonyat. Pláne orosz tankkal. Hát ez a Black Prince fejött, azt takarított. Bár inkább alulról szeretek felfele jönni. Tudod, hol tudtam átlenni a rannyal a tetejét? Így felülről láttam rá a páncéljára. 152 mm függődős hát acél. Róla mindegyikkel rálőttem, vagy átlőttem, csak utolsó és 19-et sebzett bele. Az nem átlövés, csak robbanás. Ebzés. Akkor robbanás. Lényeg, hogy sebeztem. Közben kihallunk itt, én maradtam egyedül. Nem, van egy KV1-es. Mögötted, jó. Hát ez... Tati! Az szép volt. Na mindegy. Köszi. Szerencsére kis nyomajás. Nem sebzett meg. Kettő, menj az újra töltés időre amúgy. Látom. Szép. 8,6. Most már elvileg csak egy van, de nem vagyok benne biztos. Ja. Az vagy a grill is ide fog figyelni. Az lövi a másikat. Be fog szorulni. De úgy kiölgöm. Ah! Leláncoltad. Nem mondod. Aztán annyi felületet láttam belőle. Azért, mert annyi felületet láttam belőle összesen. Ott nem fog tudni átmenni, baszik. Milyen szép halálfejed van a tornyzom, most nézem. Köszike. A másikon meg az őrülőm. Én figyelj, be fogsz ölni. Nope. Heavy tank vagyok, nem úgy jutott a KV1-esed. És? Mintha az nem lenne heavy tank. Az egy szar. Nem heavy. No. Na, ne szígyed a KV-t. Legközelebb te veled kezdjük a kivégzést. Hoppa! Ez az. Most sem vette meg egy KV1-es. 98. Nem baj. Úgyis lesz nem sok AT-150, nem is nyugi. Nem kell 1-2000 XP csak. Csak hogy megnyugodjon a kis lelked. Pánikoltam, basszus. Hoppa. Az ott feljön, megadom. Ja, most már nem tudok visszavonulni amúgy se. Kénytelen leszek. Aha! Hülye. Majdnem eltaláltad, de azért ne hülyéd. Nem talált el, és ez a lényeg. Csak ez számít. T29 megdagadt, az jó hír. Hova lőtt a grill-e? Hát oda eléd. Félem itt. De szerintem a sajátunk volt. A T29-ünk full HP-val kempel, figyelitek a srácot. Micsoda? Hol? Nem áll. Jelátom. De sajátok, move on, report! Én, hogyha miatt vesztünk, akkor reportolom, emiatt ne aggódj. Simán lehozhatnám. Miért tudnád reportolni? Idle per bot. Ne. Jó, majd jönnek már. Azért. Jön már még egy tank. És ez a helyeket benyomta meg én, vagy mi? Valami ilyesmi. Tudod, se várhatok sokat. Na. T150 ellen. KV1-es. Közben figyeljétek, hogy lopakodik az AT-15-ánk. Hol? Az ilyes megadi. Ki fog nyelni vajon, na? Yeah. Nem mondok egy ilyes, csak az vagy kicsit kevés a HP-m. Ez a AT-15 az új brit? Aha. Nem, ez régi. Viszonylag premium. Ez a régebbi? Aha, ezt korábban kiadták premium TD. Ez volt a legeslegelső brit TD. Mindig iszonyat ronda. Melyik? Nem csak nem bírt, nem bírt. Ez az meghalt, a régi panter. Ja. Az
Beültem a sziklafalba, nem tudom, hogy hogyan. Hát úgy, hogy így puff. Köszi. Aha. Nincs mit. What a new team, atya! Mert ő jó volt. Tudományos definíció. Volt neki nulla ki, ő jó volt. Noob T29, noob! Noob! Mindenki noob. A KV1-es milyen sokáig kitart Kalmár mellett. Befejezed a KV1-es dicsőítését, vagy? Nem. Állam, noob! Noob checklán! Ah, fuck! Óha! Itt mindenki már nagyon badass ma. Ja. Látom. Ki kell sípolni Kalmár, még mondok. Badass creator of badassitude. Badass. Nem tudom már melyiket lőtti ki és melyiket nem. Hát az nem talált. Talált, csak ja, a lánc. Hát jó, akkor nem sebzett. Kritikális talált, lánc, nem a sebzés. Most azt valami megkerül minket az IS vagy hasonló. Épp azt várom, hogy mikor... KV1-esünk nem fog megvédeni. A T-22-ket büntetik. A grill-e valamit csinál amúgy? Csinált, ja. De most igazán lövetné ezt. Mindegy, visszakarolja. Gül! Á, itt is van a T-50-jük. Van mögötted. Ja. Igen, látom. Ki kell tornom a gyűrűből. A KV1-es nem veszi észre? Nem tudom. Ahogy látom, a grilling se vette észre. Nem. Üsd el, az a legjobb megoldás. 1-0. Szép. A probléma az, hogy most aztán ki leszek nyírva. Ki mindjárt csak be. Ja, ez még... Ja. Grilling mi a franc? Grille. Itt a nyílt célpont. Grille. Mozog. Ja, kifogyott a lőfere. No shell. Úgy nehéz. Igen? Ja. Aha. Az, hogy nincsen gyomrom kiállni ennyi HP vagy 10-50. Meghalok, akkor vesztettünk. Ja, hogy itt ki is lőttek. Így is, hallod. T-29 mindig ugyanazon az a KV1-jel küzd. Igen. Tehát nem elég, hogy Campbell még nem is tudja eltalálni. Most mi van előre tolnia? Ah, itt az esély, Kalmár! Előtte magát? Igen. Jó. Feláncoltad. Igen, vettem észre. Te is. David elmehetné a sportkommentátornak. Ó, ez az! Találtam a varancsoktól. Szép finom mozgások vannak itt. Nézd azt a mozgást, úúúú. David, ha már itt vagy, akár reklámozhatod is a lolodat. Tessék? Ha már itt vagy, megengedem, hogy reklámozd a lolodat. Tervezed a videókat. Lolom? Milyen lolop? Én Feed the Beast-ek Minecrafton. De lesz lolotok, nem? Ádámmal. Az Doda lesz az Uruk. Ja, igen. Jó volt nekem ugyanaz a kettő. Nem, pedig nem ugyanaz. Te azt nem tudsz reklámozni, öcsém. Olyan nyugodtan nézzétek. De viszont... Lesz Worms is. Vicces. Első játékunk Worms-el így. 10 év után. Úgyhogy. Szép. Oh. Gyönyörű. Most fog meghalni. Most az a probléma, hogy itt valottam egyedül ezen a rohadt hegyen. Nem, ott van melletted. Na já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 12 hulla. King of the hill. Nekrofilia, hol áldolsz, Dávid? De szerintem az enemigőle is kifogyottam úgy a lőszerből, mert... Á, döntetlen lesz, ahogy elnézem. Ja. Tökéletes befejezés egy tökéletes szar csapatnak. Ó, a T-29 meg fog halni. Ó, de kár. Remélem, legközelebb ellenem lesztek. Nézd meg a T...
Azaz! Balfa. És elbújik a másik mögött. Hogy de van annak ilyen tankja? Az milyen lövés? Leütközte? Igen. Van 10 másodpercen. Igen. Addig csak nem foglalják már el, ugye? Vagy engem így a grill-e most így. Uff. Szerintem nincs az őszer amúgy. Az ellenségnek? Aha. Megesett, mert végül is volt lehetőség, hogy meglője most, hogy belegondolok, amikor ott a roncsnál táncoltam. Meg a T-29 is olyan helyen volt, ha jól helyezkedik el, azonnal kilövi. Hát ez... Na, ilyen se volt meg. Nem? 576 XP, úgyhogy vereség tulajdonképpen, hogy döntetlen az vereség, tehát... Ó, az a KV1-esen jó munkát végzett 1800-as sebzés. Figyeljétek, potenciális kapott sebzésem 2040. Jó jött a pár pattintgatás. Na, megyünk még? Anyád! Mit ja persze, mert aranyat lőttem. 4000 veszteség. Hú. Valami még vicces, a videónak, hogy a KV1-es noobok, vagy nem tudom. Igen, ez lesz a címem. Engem most már nem is érdekel, tehát én ezt is felvesztem. Nem érdekel, hogy nem vagyok egy szakaszban, ez is fel van véve, mert viccesek Dani. Vagytok. Ja, most már megy a Most már megy. Most már megy a fel. Kár, hogy lemaradtunk. Dani, tudod, arról. Mi lenne még vicces? Viccesek voltatok. Nem, Dávid. Biztos, hogy ezt hallani akarjuk? Dávid, most ne buzulj. Ó, az aztán vicces lenne. Az vicces lenne. Komikus. Hú, de gyors vagyok. Egyébként így sincs hiányom noob KV egyességből a csapatban, hogy nem kell aggódni. Need for speed. Most van. Akkor jó. Na, most lőttem oda be egy elciámit, szóval azt hiszem, hogy gyors a kicsike. Dani, nem válsz meg, mert csak ketten megyünk arra. Nem, haladjál. Fedezd magad, vegyél új motort. Hát maszki. Komolyan. Ez a KV1-esünk elkezd üldözni az ellenséges LCMX-et. Hallod? A heavy tankunk. Jó van, nem megy utána. Azt hittem, hogy komolyan elkezd üldözni a könnyű tankot heavyvel. Mert az úgy vicces, érted? Ops, találtam pár tankot. Nevetés. Izgalom. Dávid, te mit csinálsz? Huhú! Azt felé ment. Azon kívül megálltál az út közepén. Láttam egy embert. Láttam egy embert! Slender! Egy embert, csak tankon vannak ember. Hát azért álltam meg! Ez ember volt, hallod? Hát, Jézus Istenem. Szóltál? Na, azt a szuszázat belopom. Hát, biztos nem. Torolágyúval. Ott van inkább az M7-es loptáddal, szembe. Jön az is, huha. Ó, de gyere, imádom, tisztán. Hogy 5 másodperccel gyorsban töltök be, mint egy KV1-es. Jó, hogy jön. M7-es, azt se tudja, hogy itt vagyok. Figyelj. A picsába én akartam. Ennyi vagy. Kilőtted? Aha. Úgy be akartam volna. Csapattárs M7-es, azt se látja, hogy itt vagyok, és akkor kilőtted. Ezek beálltak egy hely. Hú, ő észrevettek. Egy KV1-es. Vagy egy S-200-as. Megjöttem, Dani. Remélem az a hang nem úgy legyen, mert most a problémában. Jó, én 41-gyel megyek, 45, ó. Gyors vagyok, a villám. T-14, Dávid. 3-75 sebzés, az igen. Jaj, de állj meg előttem, azaz. Mindegy. Le vagyok. Úgy van, ez. Istenem, Dávid. Vajon, nem megállt. Jó, na, leláncoltak. Ne bánj. Akkor is. Hát jönnek a mások. Ott a stug. Adjunk neki. Na, 3-2 van a célzásra, kicsit elbiztonzom. Menekül. Na, most nem látom. Engem lőnek, de nem sebeztek be. Addig jó. A láttalban már 5-től leszették. Eddig sikeres tudok állom ezt a csatát, halljátok? Nem vagytok itt, egyből le tudom csillagozni a tankom. Na, lássuk azt a kis... Anna penetration lesz. Bevétel van, Daniel. Sturmpanzer 2 meg sem ezt a Lance tapam. Neki, Dávid, én is úgy sebeztem bele vagy 200-ot. Ja. Ott szegít a KV egy. Egy darab tészet. Itt van, amúgy még egy. Milyen? Tuk 3 még itt van, jobbra tőlünk. Baszki. No. De, jobbra van. Ez az. Meg fogok hallani. Nem a rajta múlik. Valhalál, jaj, rossz gombot nyomtam meg és nem oltottam ki a tüzet, lehet mégis vesztünk. Nem is ránk nézd, Dani! Ezt imádom, amikor égek és így rossz gombot nyomok másik, vagy mi az? Halljátok? Nem, ez egy priest, halljátok, halálra égtem. Igen.
Ami a szovjet tankkal nem tudja akarni. Amorek és tűz, tehát... Ja, nem tudom, az szerintem... Hallott, 200 meccs alatt nem kapok ennyi sérülést egy csata alatt ebben a tankban. A rohadt AT-8. Elég lassú ez az ágyú. Ja. Ajaj. De ki a franc gondolta volna, hogy egy rohadt T-15-ben, de bent kempel a bázison, hallod? Ott kempelt egy bokorban a bázison, és úgy amorekelt engem, hogy nem is láttam, hogy hol van. Kis ágyúval. Most nem jelentettem fel azért, mert tétlen, mert végül is nem volt tétlen. Észrevett azt amorekkel, de hogy pont ott legyen a leghülyébb heavy tank pozícióban, az valami elképesztő. AT-8 az ellenségnek kiírtja a csapatunkat így konkrétan. Ott a hetze! Az Hacker David. Vagy. Mindegy, szuper bad success, hallod. Még mindig felvétel van. Hát jó, majd... Miket tennem, hogy van egy csillagot a videó elé. Főleg, hogy kiskorúak is nézik a videó. Vörös csillagot. Csak kiskorúak nézik, jó? Vörös csillagot rakkál? Elég már, Dávid. Köszi. Ja, amíg végén fel leszek jelentve. Elütöttem! Haha! Tréfa-répa. Oh yes. Hol van az a Crusader? Ott. Jó messze. Mi ahol éljek, azt nem fogom tudni elütni. Nem is látom. Ja, most már látom. Na, nincs itt kamerai, rögtön megnyerjük. Ja. Most feleztünk két is. Ez a Type 58-unkat pedig mindjárt feljelentem. Hallod? Nem is szeretem volna, csak full nagyon HP-s, pontot. Full HP-s kifullozott Type 58, kempel egy bokorban a bázisunk mögött. A tüzérség hátra mögött. Jézusom, én ilyen bedbeszóltam. Not bad. I'm bedbeszóltam. Nem rossz. Not bad. Ja. Not bad. Kap mondjuk kettőt, mert az egy vicces. Következő ötös szintű, de? Hm? Következő ötös szintű, ugye? Megvártok? Mi ötös szintű? Meg? Meg hát. Öt perc is megyek. Wow, ez a Petőfi. Nagyon nyomja. Petőfi? Nem Petőfi, Sanyi? Ja. Értem. Ezt el fogjuk veszíteni, azt már látom. Jó van, gratulálok. Mesél is csapat. Type 58 hökkömbel a bázison. Na, akkor várjatok meg. Várunk. Kávé 1. Azzal várhatatlan meg vagyunk. Nekem a T-34-et kéne. Akkor az. Tök mindegy. Mind? Olyosz. Fuck that shit. Most elmegy az a KV4-em legénységet bepakolom a Churchy hétbe, because why not? Oké. Lehet. Olyan fasz a Premium tank, bele lehet tenni bármilyen legénységet, anélkül, hogy átképezném. Csak meg kéne keresnem a szerszámos ládámat, hol hagytam. Ó, a szerszámos ládám. Olyan, ahol Véka. Véka. Eltűnt a szerszámos. Véka-ra időközben meg lett a hosszú 75-es ágyú, úgyhogy ezzel is lesznek majd kis frissített videók. Mindjárt már sokkal jobb, mint a kőnis ágyú, ez a kis hosszú. Ja, akkor számolhattok, hogyha gondoljátok. Akkor ja. David, hogy számolj. 3, 2, 1, 0. Ha várakozik, nyomjátok ki, hogyha tudja, akkor nem. Live Oaks. Engem most dobott be, White Park. Viszont top tier vagyok, úgyhogy teljesen jó. Viszont is. Mondjuk a KV1-nek is elég emberes matchmakingje van, itt is van belőle 4. Ó, nem is az. A Churchy 3 az bedobja vagy 5-ösbe, vagy 6-osba, 7-esbe soha. Mindenki platónba van, az mi? Itt meg senki. Meg senki. Három ember nincs. Egy-egy ember kivételével mindenki platónba. Halljátok, van egy Panzer Insurance Team játékosunk, akinek a neve KV1 Exp. Mondom, expertre akar menni. Ironikus, azt mondom. Fuck the irony. Na, most valami változtatunk a tervem. Van a csiha. Menjünk a hídon. Csiha. Van a csiha, ott a csiha. Hú, de érdekesen néz. Csiha! Csiha. Hídon, van híd? Ja, jó. Aha. Még nem fogtam fel, hogy melyik pálya ez. Jep.
Valentine AT. Egyszer tuti megveszem ezt a kis tankocskát, aranyos. Valentine. Ja, Valentine-omat imádtam, Valentine. És van belőle egy TD3-as szinten. Ugyanaz a páncél. Ugyanaz az ágyú, csak nincsen torony. Na, a sok magyar. 60 mm körben, 3-as szintű tankként, elég jó. Legalábbis elég jónak hangzik. Meg néz ki, meg ilyenek. Hát ez... ez a legprofit döntés, amit... Ez itt egy mocsárbájom. Jó, ja, hát itt lehetem, de azt értem át, mert nem, ott viszont jön is tuk. Jó van, akkor ezt akkor a... még egy kis vizetetlen reklám. Dani, ott van a Visnek a háza, látod? Hagyjuk a picsába. Jaj. Igen, túl sokat Minecraftoztam. Igen, szóval még egy kis vizetetlen reklám. Minecraftozunk is, igen. Igen! Minecraft. Igen. Most rájöttem, hogy nincsen tüzérség a csatában, és ott át akar jönni egy csőcs, de itt mindjárt megbüntetek. Na csak oda kell érnem, mert rohadt lassul ez a tank. És laggolok. Hetze! Hetze! Ilyen akcent elmondott. Hetze! Hetze! Szemből nem fogom átlőni. De hogy nem. Jaj, nem szerintem nem. Jó. Lőjed, Dani! Hát, ha rálát még lőném. Na, az viszont átlő. Jó, lepattanok. Két fúlap és kávé bevonult a törfelünkre, hallod? És éppen megesznek minket. Meg egy BDRG. Ez a trap! Jó van, ez is jól néz ki. Mondjuk noob mind a két csapat, tehát nem lehet sokat várni. Milyen? Ez a csörsi áron meg sajnos nem képes különösebben csodákra. Heavy tankok ellenállás semmiképpen. Ennek az lenne a tökéletes mespégénk, hogy mindenki 4-es 5-ös szintű, de egy heavy tank sincsen rajtam kívül, és akkor itt tökéletes. Dani, gyere! Ezzel nem fogok elvélni egyedül szerintem. Mit csinálok? Azt nem látom, látom, hogy hol van. Hement úsz ki, ott! Ott egy panzer hát. Tunt panzer. Ez meg hol van? Azt kitelem gyorsan, ez egy lövés lesz. Ah, nem? Hát, két lövés is. Dur. Nem annyi. Na hát, 4-23-at vittem a KV1-be. Oldalról. Fogadd be magad. Ah, ne fogadd be magad, kivettek. Ja. Egyet belőttem. Nem tudom melyik tolányban. Gyorsan újra töltött. Ez vicces. De viszont a másik oldalt jól lebuktuk. Ott van a vízbe, Dani. Ott jött ki. Töltöm az aranyat. Mennyi még? Még beljebb volt a vízben. Ott van. Ott. Hát az lapattam. Te is lapattam, te. Ez így jó lesz. No, Alex, amint szóval azért recsögtök is hülye. Na, Dani? Ez a... kemény vagy, mert itt a az Alex, szóval. Mi az, kávéjt barátod. Most már nem vagy okos olyan... Na, most már nem vagy olyan okos. Szép volt, Dani. De van egy ott híjem, Dani. Kösz, kösz. Igen. Ezt már bebuktuk. Nagyszerű. Nekem meg nem működik a tornyom. Az akkor most mi van? Mindjárt megjavítják. Oké, most semmi jó. Uszikálunk, uszikálunk. Ah, hát a vízzel. Dali. Nem buktuk ezt még, de van 46 HP-m. De... Naja, otthon már nincsen senkink. Ellövegem kívül. Megölték a családot. Nincs már senki, akiért hazamehetnénk. Ezt a 18 HP-s helyketet meg... Nem bírom megölni, basszus. Na végre. Helyket, francot, stup. Jó. 3 kill, 9-95. Oké, lőgnek annyi. Győzelem. Kemény dolog ez a csőcse játszni, mert rohadt gyenge a páncélja. Attól függetlenül, hogy 106 mm-nek van reklámozva, szerintem 50 sincsen. Legalább az a gond, hogy egyik se afkol, mert mindegyiknek van kill-je. Jó van, ez is megvolna. Régen volt már élő csatás videózás. Túlpazzelt viszont jól, Kenny. Van 3 kill-je. És viszik a bázisunkat, akkor itt nincs mit tenni.
Nyomtak még magamnak pár kívánási pontot. Szóval történelmi pillanat ez a mai, miközben Prophetnek idegösszeomlása lesz. Megvan a 44 ezer szabad TP. És akkor most hogy azt mondja? No hát akkor. Itt ezt itt de, majd. Nagy nyugi. Szóval. BL9-es ágyú 44 ezer szabad TP, maradt 51 szabad TP. Ez egy roppant hosszú projekt lezárásra, így amint lesz STM meg IS3, egybe beteltem az ágyút. Most már csak 70 ezer XP-t kell összeszednem az IS-re, hogy meglegyen az IS3. Fantasztikus nap volt ez a mai.